elszomjazom. És tessék, előjön ez a nem is tudom micsoda, ez az emlékezet radarjára pottyant légypiszok. A Borbénál lehetett kapni, kb. Ekkora üvegben. A kupak azt hiszem piros volt, a címke pedig egy idióta vigyorgó kölköt ábrázolt. Egy idealizált, makkegészséges mamlaszt csillogó sörénye. Sehol egy rakoncátlan tincs, az a mama kedvence, soha ki nem esett a szerepéből. 10-11 éves lehettem, az anyám pedig minden áldott reggel bekente vele a hajam, azt remélve, hogy úgy fogok kinézni, mintha a tökfilkó ikerpárja lennék. Még most is hallom, hogyan gludyogott az a kulimász, amikor kijött az üvegből. Áttetsző fehér ondó. De erre akkor még nem gondoltam. A gyártók valószínűleg kamaszokat béreltek fel, hogy rejszoljanak egy hatalmas kádba. Így tettünk szert vagyorra ebben a hatalmas hazában. Egy fillér az előállítás, 100 forint a vételár, a többit kitalálhatod. Na szóval, az én gondos anyukám a kobakomra kente a fluxus hajfényt. Lesimította a rakoncátlankodó tincseket, aztán mehettem a suliba, olyan fejjel, mintha a buzerás kölyök volnék az üvegről. Pedig független srác voltam az istállóját. Ez a hajzat viszont azt jelentette, hogy a szüleim mondják meg, merre hány kibaszott méter. Ráadásul, barátaim, a fluxus hajfény kamu volt. Nem rögzítette, csupán a koponyához tapasztotta a hajat. Az első néhány órában úgy tűnt, működik. A délelőtt folyamán azonban megkötött, és a frizurám lassan olyan lett, mintha egy fém sisakot nyomtak volna a fejembe. Olyan fura tapintása volt, hogy nem bírtam nem bizgálni. Ha a jobb kezem az 5x5x5-tel volt is elfoglalva, a bal állandóan a koponyámra tévedt, és az idegenszerű felületet kaparázta. Délutánra a brillantin úgy kiszáradt, hogy minden hajszál törékeny cérnává változott. Erre a pillanatra vártam. Ez volt a gong, amely jelezte, hogy kezdődhet a komédia utolsó felvonása. Beletúrtam a hajamba mélyen, egészen a koponyámig. Azután óvatosan, egyesével a hüvelyk és középső ujjam közé csippentettem a hajszálak tövét, és végighúztam rajtuk a körmöm. Lassan, nagyon lassan, úgy, hogy a köröm az egész hajszálon végig szántson. Oh, el sem tudom mondani, micsoda megkönnyebbülés volt. Óriási, mérhetetlen megkönnyebbülés. Ó, azok a fehér forgószelek és hóviharok. Igaz, nem volt gyerekjáték, de idővel egy szem fluxus sem maradt rajta. Mire megszabadultam tőle, a fejbőröm bizsergett a boldogságtól. Legalább olyan jó volt, mint a szex, barátom. Legalább olyan jó, mint az összes drog és pia, amit életemben magamba diktáltam. 10 éves voltam, de már is megízlelhettem a magányos orgiák gyönyörét. Nem figyeltem semmi másra. Csak az érdekelt, hogy feldobjam magam a fluxusféle kápszerre.